Mindig lelkes vagyok, ha felbukkan valahol Robert T. Heinlein neve. Nem tagadom, hogy a legendás hármasból őt kedvelem a legjobban, melyet letisztult prózájának, érdekes szereplőinek és izgalmas történetvezetésének köszönhet. Amikor olvastam tőle a pár évvel ezelőtt megjelent A Hold börtönében, már tudtam, hogy nem véletlenül említik egy lapon Asimovval és Clarkkal. A Starship Troopers pedig meggyőzött róla, hogy túl is szárnyalta őket. Eme két regénye után kerestem a novelláit, és a magyarul már korábban megjelent regényei közül is többet bezsákoltam. Nem is beszélve az eddig csak angolul hozzáférhető munkáiból. A The Door into Summer-rel egy ideje szemeztem már, hisz egyik a Heinlein kulcsműveinek. Végül 2014-ben 57 év késéssel, de csak megjelent magyarul, Ajtó a nyárba címen. Most erről a regényről lesz szó. Azt bírom Heinlein munkáiban, hogy minden egyes regénye tükrözte a nézeteit, az elgondolásait, így lélekkel töltötte fel az oldalakat. Az Ajtó a nyárba sem kivétel, ez a regény a mester mérnöki munkásságának manifestációja, első szem első személyben elmesélve. A megtestesülés neve pedig Daniel Boone Davis. Davis néhány barátjával céget alapít, melynek profilja háztartási robotok fejlesztése és eladása. Később két társa, felesége és legjobb barátja megszabadulnak tőle. Végül a hibernációba menekül, átalszik 30 évet és rádöbben, hogy a templom megerénél is szegényebb. Ezután indulnak meg az igazi kalandok. Kideríteni, mi történt az elmúlt években, itt bepillantást kapunk a Heinlein által elképzett 2001-es világba, ahol a Davis-féle robotok vízik a dolgokat, a felébredt alvókra pedig bevándorlóként tekintenek. Ellenségeinek milyen vált a sorsa, illetve milyen lehetőségei vannak, hogy bosszút állhasson. A történet a Heinleintól megszokott társadalmi szifik tipikus példája. Ebben a könyvben az emberiségnek nem egy idegen faj a legfőbb ellensége, vagy egy elszabadult találmány, hanem saját maga és a bürokrácia. Véleményem szerint épp az erős társadalom bírálat volt az oka annak, hogy Amerikában Heinlein volt a legnépszerűbb SF író évtizedeken át. Tabu döntögető regényei sorra verték ki a biztosítékot mindenkinél. Ebben a regényében például egy nudista közösséget mutat be, akik boldogok ruha nélkül. Az Ajtó a nyárba kevés technoblablát és szakkifejezést tartalmaz, épp ezért könnyen emészthető, és nagyobb közönséget is bevonz. Az pedig csak mellékes plusz, hogy szellemi történetként is értelmezhető, mely egyáltalán nem nyálas. A regénynek két érdekes tulajdonsága is van. Az egyik, hogy amilyen rövid, olyan velős. Nagyjából 220 oldal, a másik pedig, hogy ez Heinlein utópistább regényei közé tartozik. Idézek. A jövő jobb, mint a múlt. A gyászuszárok, romantikusok és buták ellenére a világ egyre jobb lesz, mert az emberi ész alkalmazkodva a környezetéhez jobbá teszi. Kézzel, szerszámokkal, józan paraszti ésszel, tudománnyal és mérnöki munkával. Olvasható a könyvben. Számomra, aki még nem találkozott a derűlátó Heinleinnal, igazán furcsa volt ez. Akkor döbbentem meg a legjobban, amikor az egyik gondolatomat láttam viszont a regényben. Én például megkülönböztetem a nőt a prostituáltól, és külön öröm volt számomra, hogy Heinlein is így tett. A regény tehát jó, de a hazai kiadás... Hát nem akarom szívni a Galaktika fantasztikus könyvek sorozatot, de az új A halhatatlanság halálánál és ennél a könyvnél is, mintha elkezdtek volna durván spórolni. A borító és a tipográfia szerintem házon belül készülhetett, mert nagyon amatőr a korábbi két Heinlein borítóhoz képest. A túlvilágos színek miatt hülyén mutat az eddigi kiadások mellett, a Times New Roman betűtípus, az ismertetőben pedig, nos, paván vágott. Az érzés, hogy minimális ráfordítással szebb borítót tudnánk készíteni, felbecsülhetetlen. Maga a borító háttérképe pedig szép. Csak a belső információval ellentétben nem Burger István készítette, hanem egy Lorenzi nevű deviantartos felhasználó, akinek ezen képét rengeteg sminkoldal is módosította már a felhasználás érdekében.
Az ő nevét például nem találtam meg a könyvben, így merem remélni, hogy nem jogtalanul használták fel a festményét a borítóhoz. Bár ez nem probléma, csak érdekességként jegyzem meg, hogy nagyon hasonlít a Scott Westerfeld féle Szépek című könyv borítójára. Bár az ajtóanyárba nagy becsben tartott regény és ékes példája a Heinlein zsenialitásának, későbbi pessimistább vagy épp realistább hangvételű művei jobban tetszenek. Mindezek ellenére biztos lehet benne a kedves olvasó, hogy az ajtóanyárba nem ok nélkül érdemeltek ki a klasszikus titulust. És bár akcióban szegény, eseményekben, filozófiában és tudományban gazdag. Nem is beszélve a szimpatikus főhősről, és annak még szimpatikusabb Pete nevű macskájáról, aki folyton a nyárban nyíló ajtót keresi. Apró megjegyzés. A modern vízágy itt bukkant fel először. Sziasztok!